Az Ukrán Legfelső Tanács 2021. június 1-én kiadott határozata értelmében az országban minden évben június 4-én emlékeznek meg az Oroszország által Ukrajna ellen folytatott fegyveres agresszió következtében életüket vesztett gyermekekre. 2021-ben a Donetsk és Luhansk megyékben 2014 óta húzódó háború 8. évfordulóján több mint 240 gyermek haláláról számoltak be. Azóta az Ukrajna területén zajló harci cselekmények következtében további 500 gyermek vesztette életét, és 998-ra tehető a sebesült kiskorúak száma, vagyis a 2022. február 24-én kezdődött, immár 466 napja tartó háborúnak kétszer annyi gyermek esett áldozatául Ukrajnában, mint az azt megelőző 8 év során összesen. Ukrajna készen áll a régvárt ellentámadás megintítására, viszont további amerikai katonai segítségre, elsősorban rakétaelhárító rendszerekre van szükségünk, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Wall Street Journal amerikai lapnak adott interjújában. Erősen bízunk benne, hogy sikerrel járunk, nyilatkozta Zelenszky hozzátéve, hogy az ellentámadás súlyos áldozatokkal járhat és többféleképpen is alakulhat, így nem tudja pontosan mennyi időt fog igénybe venni. Az ukrán elnök továbbá kijelentette, hogy az ukrán légierőnek még legalább 50 Patriot rakéta rendszerre lenne szüksége a hatékony ellentámadáshoz. Érvelése szerint ugyanis a Patriot nyújtja a hatékonyabb védelmet. Zelenszkij korábban úgy fogalmazott, hogy meg kell várni, amíg a nyugati partnerektől kapott páncélozott járművek megérkeznek az országba, mert csak ezt követően tudják hatékonyan megindítani az ellentámadást. Az ukrán államfő az elmúlt időszakban többször is igyekezett diplomáciai utakon arra bírni a nyugati országokat, hogy még több harci eszközzel támogassák Kijevet a Moszkva elleni harcokban. Ezzel együtt az ukrán hadsereg vasárnap reggeli beszámolója szerint a harcok a Donetsk megyei Marinka városában összpontosulnak. A jelentés szerint az ukrán erők valamennyi orosz támadást sikeresen visszavertek. Az oroszok továbbra is keletre összpontosítják a fő erőfeszítéseiket, hogy elérjék Donetsk és Luhansk megye határait, de az ukrán védők erős ellenállása miatt az ellenség nem tud előre nyomulni, közölte szombaton Hanna Magyar védelmi miniszter helyettes Telegram csatornáján. Mint fogalmazott, Bakhmut városában a helyzet feltételesen stabil. A város délnyugati peremét ukrán erők felügyelik, viszont a Wagner csoport zsoldosai még nem hagyták el a várost. A helyettes védelmi miniszter arról számolt be, hogy az ellenség több hónapja egymás után négy irányban haladt keleten, Avgyívka, Marinka, Limán és Bakhmut irányában. Később azonban rendszeres időközönként még két területen kezdtek aktivizálódni, Sachtarszk és Kupjansk térségében. Az ukrán hadsereg tevékenységének köszönhetően azonban a megszállóknak ezen idő alatt nem sikerült elérniük a Donetsk és Luhansk megyék határait. Az ellenség kimerült és most leváltja csapatait és átcsoportosít, tette hozzá Hanna Magyar. Kilencre bővült az ukrajnát segítő vadászgép koalíció tagországainak száma, közölte Ihor Zsovkva az elnöki hivatal vezetőhelyettese. A koalíciót az utóbbi hetekben hozták létre, eddig az Egyesült Királyság, Hollandia, Dánia, Svédország, Lengyelország, Belgium, Portugália és Franciaország voltak a tagjai, de most az Egyesült Államok is csatlakozott hozzájuk. Zsovkva azt is hozzátette, nincs kizárva, hogy a jövőben újabb országok csatlakoznak majd a koalícióhoz. Arról még nincs hír, hogy pontosan melyik modern vadászgépeket kaphatja meg Ukrajna. Eddig az amerikai F-16-os, valamint a svéd Gripen került szóba. A rendkívüli helyzetek állami szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége a rendőrséggel és a helyi végrehajtó hatóságokkal, valamint az önkormányzati szervekkel együttműködve fogják megvizsgálni a megye területén található óvóhelyeket. Az óvóhelyek biztonságosságának felmérését Volodymyr Zelenszky ukrán elnök rendelte el egy kijevi tragédiát követően, amikor is egy légiriadó során egy édesanyja és gyermeke nem tudtak bejutni az óvóhelyre, mivel az zárva volt, és ezért egy rakéta találat következtében életüket vesztették. A kárpátaljai szakértők szerint több mint 3000 óvóhelyet kell megvizsgálni a megyében. Többek között azt kell felmérniük, hogy milyen a menedékek áramellátása, megvilágítása, szellőző és vízellátó rendszerének működése, illetve hogy megfelelnek-e a körülmények az egészségügyi normáknak. Az ellenőrzés során a szakértők arra is felhívják az óvóhelyek fenntartóinak figyelmét, hogy kellőképpen tájékoztassák a lakosságot ezek elhelyezkedéséről.